Ez a Pápavárosi Televízió híradója, szerdán köszöntöm nézőinket. Évtizedes hagyomány, hogy az önkormányzat előző évi kiemelkedő tevékenysége alapján az év tűzoltója kitüntetésben részesíti a pápai katasztrófa védelmi kirendeltség egy tagját. 2022-es példaértékű munkája alapján elöljárói javaslatára az idén Berecki Péter tűzoltó főtörzsőrmester kapta az elismerést. Dr. Áldozó Tamás polgármester a Veszprém vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság Szent Flórián napi ünnepi rendezvényén adta át Berecki Péter tűzoltó főtörzsőrmester részére az év pápai tűzoltója kitüntetést. Egy megtisztelő érzés volt az egész. Ugye az ember 96 óta szolgálok itt a pápai tűzoltóparancsnokságon. Egy igazi meleg elismerésként ért azt, hogy idén én lettem az év tűzoltója pápán. A balatonfüredi származású lánglovag 3 évtizede szolgálja a lakosságot. Előbb önkéntes tűzoltó volt, majd hivatásos tűzoltóként pápára került. Önkéntes tűzoltóként szolgáltam Balatonfüreden, és tulajdonképpen onnan indult az, hogy én szeretnék a hivatásos pályára kerülni. Abban az időben egy 6 hetes alaptanfolyamot kellett elvégezni, gépjárművezetőként pávvizsgálatra kellett eljárni. Berecki Péter jelenleg gépkocsi vezető, különleges szerkezelő beosztásban látja el feladatát. Jellemzően a létraszeren szolgál. Vannak a tűzoltóság kötelékében különleges gépjárművek, mint a létraszer, erdőtűz, amikre külön tanfolyamokat kell elvégezni. Én ezt elvégeztem, és azáltal kineveztek ebbe a beosztásba. Előjárói értékelése alapján Berecki Péter jól felkészült tűzoltó. Fizikai, pszichikai terhelhetősége átlag feletti, munkához való hozzáállása gyakorlatias, magabiztos, a pápai lánglovagok csapatának biztos tagja, aki a munkaköri követelményeket minőségileg és mennyiségileg is túl teljesíti. Örülök, hogy az embertársainknak tudunk segíteni, mert a káreseteknél az ember félreteszi azt, hogy mivel áll szemben. Mi oda megyünk, ahonnan más ember menekül. Amikor az ember belekerül abba a helyzetbe, hogy kigyullad a riasztólámpa, megszólal a csengő, akkor nem gondol arra, hogy olyan helyre kell menni, ahol bármi baj érhet bennünket, inkább csak annyi, hogy segíteni tudjunk. Berecki Péter esküjéhez híven mindig arra törekszik, hogy a polgárok testi épségét és javait megvédje. A krízis helyzetekben, mentési műveletekben, lelkiismeretesen, nagy szakmai tapasztalattal végzi feladatát. Ezt a hivatástudatot ismerte el az önkormányzat az év tűzoltója kitüntetéssel. Május végéig lehet felhasználni a szép kártyákon tavaly október 15-éig jóváírt összegeket. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium adatai alapján az elmúlt hónapban nagyjából 20 milliárd forintnyi alvópénz volt a kártyákon. A még rendelkezésre álló korábbi összegeket érdemes a következő 2 hétben felhasználni, mert azt követően 15%-os díj terheli a juttatás bentragadt részét. A Széchenyi pihenőkártya egy kedvelt béren kívüli juttatás. Munkáltatói oldalról elsősorban a kedvező adózása, a munkavállalók körében pedig a széleskörű felhasználási lehetőségei miatt népszerű. Ráadásul ez év eleje óta a korábbi 3 alszámla helyett már 1 számlán rendelkezhetnek a szép kártya tulajdonosok juttatásukkal. Ezzel a kártyabirtokosok és az elfogadó helyek számára is lényegesen egyszerűbb lett a felhasználás folyamata. Porácki Tünde, az Eszterházi Kastélyi Program szervezője elmondta, a hagyományos fizetési módok mellett szívesen használják a látogatók a szépkártyás fizetési lehetőséget is. Itt az Eszterházi Kastélyban a programjainkra szóló belépőjegyek és szolgáltatásaink díjának kiegyenlítéséhez fogadjuk el valamennyi bank által kibocsátott szépkártyát. A határidő közelettével jelentősen megnőtt a kártya használat a látogatók részéről. Természetesen a hagyományos fizetési mód, mint például a bankkártya és a készpénz még mindig gyakoribb, tehát túlnyomó többségben azzal fizetnek a hozzánk érkezők, de a szépkártyás fizetések is egy olyan 20-30%-ot kitesznek. A turizmus és vendéglátási szektor támogatása és az általuk fenntartott jelentős számú munkahely megőrzése érdekében korábban arról döntött a kormány, hogy a szépkártyákon tavaly október 15-éig jóváírt összegeket ez év május 31-éig lehet teljes egészében felhasználni. Az addig fel nem használt összegeket ezután 15%-os díj terheli.
A következő két hétben érdemes tehát a még bent ragadt pénzeket elkölteni. A nem szakirányon tovább tanulók számára az új NAT a 11. évfolyamon heti 2 órában újabb természettudományos tárgy tanulását írja elő. Az iskola választása alapján a tanulók a mindennapokban megjelenő természettudományos kérdésekkel és problémákkal foglalkozhatnak, elsősorban projektmunkák keretében. A Petőfi Sándor gimnáziumban is így van ez. A diákok most a környezetvédelem kapcsán végzett kutatásaikból egy informatív kiállítást is készítettek, melyet tanáruk Kömöcsi István nyitott meg. A Petőfi Gimnázium intézményvezetője Bognár Anita is gratulált a 11. évfolyam környezetvédelmi témákat projektmunkában feldolgozó diákjainak, és biztatta a többieket is, hogy nézzék meg a kutató munkából összeállított kamaratárlatot. A tanulók munkáját Kömöcsi István segítette. A diákok saját maguktól készítették el ezeket a projekteket, olyan témákban, amiről ők úgy gondolták, hogy a többi diáknak hasznos lehet, jó információkkal szolgál, pontos információkkal, figyelmet felhív, és elősegít abban, hogy védjük földünket és környezetünket. Tischler Klaudiának tetszett ez a feladat. Ők a Viló projektről állítottak össze anyagot, arról az alaszkai olaj- és gázfúrási projektről, ami ellen hevesen tiltakoznak a környezetvédelmi aktivisták. A diáklány elmondta, hogy szereti ezeket a feladatokat, mert nagyobb szabadságot adnak, és ilyenkor nem csak hallanak egy-egy problémáról, de utána olvasnak, adatokat keresnek, többet megtudnak a témáról, valamint gyakorolják, hogy miként lehet egy ilyen anyagot számítógépen jól összeállítani. Ezzel az a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet mindenkinek arra, hogy mi is történik manapság tulajdonképpen, és nagyon sok témában alkottunk az osztálytársaimmal. Található információ többek közt a globális felmelegedésről, a műanyag környezetkárosító hatásáról, a tudatosabb vásárlásról, a veszélyeztetett fajokról is. Ugye ez az első ilyen nyomtatott munka, vannak még problémák vele, de ugye a cél elsősorban az, hogy tanuljanak is, hogy visszajelzéseket kapjanak a többi diáktól, hogy mi tetszett, mi nem tetszett, és így akkor a fejlődés útján meg tudnak indulni. A kiállítás a Petőfi Gimnázium aulájában látható. A Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Battyányi Lajos mezőgazdasági élelmiszeripari technikum szakképzőiskola idén is megszervezte hagyományos iskolai vetélkedőjét a Madarak és Fák napja alkalmából. A 9 csapatban 27 diák versenyzett. Szó esett arról, hogy a barkos cinegét választották a 2023-as év madarának, és a vénit szilt pedig az év fájának. A feladatok között szerepelt falevelek és madarak beazonosítása, anagramma és titkos üzenet, szólások kiegészítése. Az első helyezett a 9. A-osztály csapata lett, tagjai Stenül Péter, László Eszter és Katona Noémi voltak. Holnap is hidegre és esőre kell készülnünk, jöjjenek a részletek az időjárásról. Csütörtökön is még borult lesz az ég, és gyenge eső, zápor eső előfordulhat. A pápai MH47. Bázis repülőtér meteorológiai csoportjának előrejelzése szerint mérsékelt lesz az északi szél. Kezdetben élénk lökések is várhatók, majd estére legyengül a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet csupán 13 és 15 fok körül alakul, este pedig 10-12 fokot mutatnak majd a hőmérők. Kedves nézőink, ez volt a Pápavárosi Televízió híradója szerdán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!